Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, 218-21-21 ez a telefonszámunk. Hogyha az elkövetkező egy órában dr. Bácska János polgármester úrtól szeretnének kérdezni, akkor kérjük ezt a számot hívják. Ha pedig az ismétlést látják, akkor kérjük, hogy pontos kérdésüket mondják rá üzenetrögzítőnkre. Írhatnak is nekünk info@9.tv, ez az e-mail címünk, továbbá megtalálnak minket a Facebookon is, és lehet itt is kérdezni tőlünk. Várjuk a kérdéseket, várja polgármester úr is. Szeretettel köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, kedves nézőknek is! Polgármester úr, hogyha jól sejtem, akkor ilyenkor a parlamentból szokott keddenként érkezni, ez ma is így volt? Így lett volna, de elcseréltem holnapra a parlamenti napot, mert most erre volt lehetőség, úgyhogy holnap megyek a parlamentbe. De ez hogy van, hogy el lehet cserélni? Tehát, hogy kivel cserélni? Megbeszélni? Hát ez a napi rendektől is függ. Uh-huh. Úgyhogy most olyan napi rendek voltak, amihez én kevésbé szoktam hozzászólni, vagy érteni, úgyhogy el tudtuk cserélni másra. Arról már beszéltünk, hogy az őszi parlamenti időszaknak ugye egyik nagy és fontos kérdése lesz, hát nyilván sok van költségvetéstől elkezdve, de hát ami Ferencvárost is érinti majd az az önkormányzati törvény, ugye a törvénytervezet már megvan, október végén vagy november elején vagy novemberben várható, ha jól tudom, hogy a parlament elé kerül majd. Előjáróban mit lehet erről a tervezetről tudni? Nagyon sok vita van még körülötte, én a munkatársaimat is itt a hivatalban lakástéren megkértem, hogy nézzék át tüzetesen, hogy mi az, ami észrevételük lenne, és ezt holnap fogjuk a frakcióvezetőnek elküldeni az észrevételeinket. Hát ebben sok olyan van, ami nem biztos, hogy Ferencvárosnak mindenben jobbat tenne, úgyhogy ezeket én fogom jelezni. Van esély egyébként, hogy ezek szerint még most kezdődnek majd az egyeztetések, hogy azért ilyenkor alakuljon úgy, hogy az valóban a önkormányzatok érdekeit is maximálisan figyelembe vegye? Hát nyilván ez egy optimalizációs folyamat. Van 3200 önkormányzat, abból legalább 1000 részrevételezni fogja, tehát itt sok érdek fog egymásnak feszülni, nem lesz könnyű, de a fővárosi kerületek ezért is alapították meg a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét, a BÖSZT, ezért van ilyen egyeztetés is, tehát a polgármesterekkel mi külön is egyeztetünk. Tehát összefogva tudják akkor így képviselni a budapesti kerületek az érdekeiket. Hát erről fogunk még szerintem a novemberi adásban, hogyha addig születik döntés, részletesebben is beszélni. De hát amiről még szó lesz a mai adásban, természetesen jönnek majd a nézői kérdések is, várjuk is őket, 218-21-21-es a telefonszámunk. Ezen kívül fogunk beszélni a szeptember végén történt balesetről a Kén utcában, ugye egy födém szerkezet beomlott, többen szerencsére könnyebben megsérültek, hogy azóta mi történt, erről kérdezzük majd polgármester urat, illetve hogyha lesz időnk, akkor egy kicsit népszerűsítjük majd a természettudományokat is, de amiről mindenképpen most beszélni fogunk, az a kerület kulturális élete, hiszen nem olyan régen ért véget a Ferenc napi búcsú, amiről egyébként ezen a héten, illetve jövő héten is láthatnak egy hosszabb összeállítás Kultnegyed című műsorunkban, most ebből következik egy rövidebb összefoglaló. Egyedülálló kulturális hétvége helyszíne volt a Bakástér és a Rádai utca a közelmúltban. A hagyományos Ferenc napi búcsú mellett az első Humor és Bor Fesztivál, valamint a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programjait is kerületünkben rendezték meg. Össze is kapcsolódtak ezek a rendezvények. A Humor Fesztivál részeként lépett színpadra például Hatházi László a Bakástéren, a Kortárs Művészeti Fesztivál több koncertjének pedig az Assisi Szent Ferenc plébánia templom adott otthont. Ha valaki mondjuk szombaton elindult a Kálvin tértől a Bakástér felé, Magyarország legnevesebb borászainak borait kóstolhatta végig a Rádai utcán, de akár jóféle pálinkákat is ihatott. A Bakástérre érve pedig igazi kulturális kavalkád várta, vásári mulatsággal, koncertek sokaságával és persze családi programokkal. A Mesterek utcáján igényes kézműves termékeket lehetett vásárolni, a Kultúrkorzon pedig a kerületi civil szervezetek, kulturális egyesületek és intézmények sátrai várták a látogatókat. Többek között itt találkozhattak a 9.tv mini stúdiójával is. A nagy színpadon pedig a teljesség igénye nélkül fellépett többek között a Benkó Dixielandben, Pál István szalonna és bandája, magyar és világzenéket játszó együttesek, jazzzenekarok, valamint Adri és Karamel. A Ferenc napi búcsú részeként adták át idén is a kerületi kitüntetéseket, a Ferencváros szolgálatáért díjakat, valamint a ferencvárosi emlékérmeket. Kerületünk új díszpolgára pedig Albert Flórián lett.
Koncerto Budapest zenekar Páva utcai székházában adta át idén dr. Bácskai János polgármester a ferencvárosi kitüntetéseket. Ferencváros szolgálatáért díjban részesült Bakóczi Kálmánné, dr. Bugár Józsefné, dr. Búzási János, Cseh Erzsébet, Faragóné Garanc Anasztázia, Horváth Ferencné, Jóné Barta Enikő, Kecskés Lászlóné, Kis Éva, Kosik Gáborné, Öller Attiláné, Szabó Józsefné, Szentmári Kálmán. Televíziónk is bemutatta, amikor elbúcsúztatták Szentmári Kálmánt, az Ádám Jenő Zeneiskola volt iskola igazgatóját, aki ugye nyugdíjba vonult, sőt nyáron egy portréműsort is készítettünk önnel. Milyen szívvel élte meg ezt a szeptembert, ami ugye az iskola kezdésről szokott szólni? Nehéz válaszolnom. 50 évet tanítottam, 50 tanév kezdésénél voltam jelen. Most egy kicsit más volt a helyzet, bár magam választottam egy olyan megoldást, hogy egy kicsikét mást csináljak. Van egy 3 éves unokám, őt vállaltam el, ilyen babysitter, családtag egyébként, és vele vágtam magam a mély vízbe, és így egy kicsikét tudtam feledni. De azért a szeptember, az augusztus vége, az még számomra, azt hiszem egy darabig, még mindig a tanévkezdés fogja jelenteni. Idén Ferencvárosért emlékéremben részesült Emődi Zsolt, Hollai Kálmán, Tőkécki László, László György posztumusz emlékérmét özvegye vette át. Tőkécki László nem így született Ferencvárosban, de most már 10 éve itt él a kerületünkben. Emlékszik annak idején, mi fogta meg ebben a kerületben, vagy miért ezt választotta otthonának? Hát nézze, én Budáról költöztem ide, egyszerűen azért, mert azt a lakást, amit most már 10 éve lakom, azt nagyon jónak tartottam, jó helyzetűnek, és aztán persze csak később tudtam meg, hogy az ismerőseim egy része, aki nem volt elég tájékozott, azt mondta, hogy ne itt ott a Tőkészkéből, hogy elment a Ferencvárosba cigányok közül lakni, mások meg azt mondták, hogy na, ilyen jól megy, hogy ilyen előkelő negyedbe megy, úgyhogy végül is ezzel kezdődött az egész, úgyhogy jót nevettem a végén, mert se az nem volt igazán, de egy nagyon nyugodt, csendes, békés helyre költöztem, és jól érzem magam. Előzetesen is volt 2 ilyen általános kötődésem, egyik, hogy gyerekkorom óta a Ferencvárosnak szurkolok, másrészt meg ugye, amikor az első lakásomat megvettem, az 5. kerületben volt ugyan, de a Kálvin térre jártam Isten tiszteletre. Idén Ferencváros díszpolgára Albert Flórián lett. Albert Flórián, Ferencváros díszpolgára. Albert Flórián, becenevén a császár vagy Flóri, aranylabdás, magyar válogatott labdarúgó. Ő az egyetlen magyar labdarúgó, aki megkapta az aranylabdát 1967-ben. Az 1950-es évek végétől az első kiemelkedő képességű játékos. Pályafutása alatt végig 1958-tól 1974-ig a Ferencváros játékosa volt. Összesen 537 mérkőzésen lépett pályára a felnőtt csapattal, ebből 383 gólt szerzett. A 9. kerületben járok 1952 óta. Tehát ez most majdnem már 60 év, ami a mai világban azt hiszem még életkornak is úgy agyban megfele. 1952-től 1974-ig, mint játékos, utána mint technikai vezető, mint a csapat hát egyik segítője, legalábbis úgy érzem, hogy volt rá módom, lehetőségem, hogy segítsek a játékosoknak. És hát tulajdonképpen ez egy nagy család a Ferencváros, amit bizonyított már hosszú-hosszú időn keresztül, ugye? Tehát ez egy olyan kötődés, amit nem lehet elfelejteni. Egy későbbi időpontban itt a 9.tv TV-n portréműsort is láthatnak Albert Flóriánról. Hogyan dől el, polgármester úr, hogy kik kapnak, kik lesznek díjazottak? Ugye a lakók is jelölhetnek, és még honnan is kik jelölhetnek, vagy a lakók mennyire szoktak ebbe aktívak lenni? Van, mikor aktivizálják magukat, a rendeletünk pontosan megmondja, hogy kik jelölhetnek. Civil szervezetek, egyesületek, frakciók, képviselőknek az egynegyede, polgármester, de ezek csak jelölések. A képviselőtestület dönti el a jelöltek közül, hogy
abban az évben kik azok, akik megérdemlik a díjakat. Hányan lehetnek egyébként kitüntetettek? Díszpolgári címet egyet szoktunk kiadni, emlékérmet hatot lehet jelölni, és szolgálatér emlékérmet pedig 13-an. Hát érdekes volt ez a Ferenc napi búcsú olyan szempontból, hogy ugye pont azon a hétvégén köszöntött be az ősz, és egy kicsit hűvös volt az időjárás, de ennek ellenére, hogy lehetett a felvételeken is látni, azért nagyon sokan kilátogattak a Bakács térre. Polgármester úr, milyen programokat látogatott meg, miken vett részt? Körülbelül a felén kint voltam a programoknak, a zenés programok érdekeltek legfőképpen, és a Humor és Bor Fesztiválból a humor részének is voltam látogatója, és természetesen megkóstoltam jó borokat. Mert ugye a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál, és ahogy ön is említette, a Humor és Bor Fesztivál is társrendezvénye volt az idei Ferenc napi búcsúnak, akkor ezek szerint járt a Rádai utcában és kóstolgatott, lehetett ugye ott nagyon finom borokat, meg pálinkákat is. Szereti egyébként a minőségi jó italokat? Hát igen, minden italnak megvan a helye, nyilván az étkezési és a szórakozási kultúrában. Pálinkát is szoktam inni, abból túl sokat nem, inkább bort szeretek inni. Fehér vagy vörös? Hát inkább vörös bort, bár nyilván halételekhez nehéz elképzelni vörös bort, inkább fehér bort. Nyáron a nagy belegbe sör helyett a rozé, főleg fröcsként, és a paprikás ételekhez meg csak kadarka. És a forralt borral hogy állt? Mert hogy elég hűvös idő volt, és például a 9 pont tévés tábjánál nagyon népszerű volt, de nem csak nálunk a forralt volt, mert hogy az ugye melegített. Az jó jött ebben a hirtelen jött hidegben, én is több barátomat meghívtam forralt borra, azt fogadták el legszívesebben. Egyébként ugye azt szokta polgármester úr hangsúlyozni, hogy azért is fontosak ezek a rendezvények az ön számára, és azért szeret járni ezekre a rendezvényekre, mert hogy ez egy ilyen spontán fórum alakul ki, amikor kötetlenül oda lehet menni, lehet kérdezni, tehát hogy nincs egy olyan hivatalos formája a dolognak. Sokszor van az, hogy észreveszik polgármester úrat, és jaj, de jól látjuk, polgármester úr, ebbe és abban segítsen, vagy ez lenne a kérdésem, tehát hogy fordulnak ilyen alkalmakkor is önhöz? Én úgy vettem észre, hogy igen, nincs gátlás az emberekben velem kapcsolatban, legalábbis ez bizonyította az eddigi egy év, és ez a legjobb fogadóra, hogy így mondjam, mert a legtermészetesebben lehet ilyenkor találkozni és beszélgetni az emberekkel, el is mondják a problémáikat, és nekem továbbra is fix a ideám, hogy a legjobb ötletek az itt élőktől jönnek, hiszen nekik fáj a legjobban, ők veszik észre, leghamarabb ők élnek benne nap mint nap, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy mit mondanak. Hát várjuk az itt élők hívásait, mert ha megengedi, akkor mondjuk legyen ez a második legjobb fórum, tehát lehet kérdezni dr. Bácska János polgármester úrtól, mondom gyorsan még egyszer az elérhetőségeinket, 218-21-21 ez a telefonszámunk, kerületi.tv ez az e-mail címünk, és megtalálnak minket a Facebookon is. Nem sokára folytatjuk a nézői kérdésekkel, előtte azonban még beszélgessünk egy kicsit a Kén utcai balesetről, ahogy arról híreinkben már beszámoltunk. Szeptember végén egy Kén utcai lakás födém szerkezete megbomlott, többen megsérültek, szerencsére csak könnyebben. Most először idézzük fel, hogy mi is történt pontosan azon a napon. Két ellopott acélgerenda és egy zuhanyzó engedély nélküli beépítése okozhatta a födém leszakadását a Kén utcai lakóházban. A rendőrség már múlt héten őrizetbe vette a feltételezett gerendatolvajokat. Csütörtökön az omlást követően a helyszínre siettek a rendőrség, a mentők, a polgári védelem, a tiszti orvosi szolgálat és a polgármesteri hivatal munkatársai. A hajnali óráktól a helyszínen volt dr. Bácska János polgármester is, aki a délelőtt folyamán tájékoztatta a történtekről a sajtó képviselőit. Röviden összefoglalom, mi történt. Hajnalban igaz ugyan, hogy gázrobbanásról szóltak a kezdeti hírek, hál' Istennek gázrobbanás nem történt, födém leszakadás történt. Hajnalban már a katasztrófavédelem, a rendőrség, védelmi bizottság megjelent a helyszínen. Hatalatábornok, Hatal József rendőr, standardtábornok, Tóth Tamás fővárosi rendőrkapitány, Fuchsreiter Robert úr, kerületi rendőrkapitány úr, katasztrófavédelem képviselő, tiszti főorvos, jegyzőasszony, jó magam is itt jártunk. Födém leszakadás történt. Az első emelet 14-ben tartózkodók közül sérültek meg 7-en. Véletlenül többen is voltak. A földszinti lakásban eddig ismeretek szerint nem tartózkodott senki.
A földszinti lakás az már lefalazott lakás volt, tehát ott elvileg nem is tartózkodott volna senki. Hál' Istennek nagyobb tragédia nem történt. A jelenlegi tudásunk szerint 7 könnyű sérült van. 9 volt eredetileg, tehát az első jelentések szerint, de őket a helyszínen ellátták. 7-en kerültek kórházba, abból 5 gyermek a helyi Impál kórházban vannak. Mindegyikük könnyű sérült. Várhatóan hamarosan el tudják hagyni a kórházat. Az 5-3 hónapos és 4 év közötti könnyebb sérülés szenvedett gyermeket polgármester úr a délután folyamán meglátogatta a helyi Impál gyermekkórházban, majd estig a Kén utcai helyszínen tartózkodott. A kitelepített családok az önkormányzat által felajánlott lakásokba költöztek. Néhány napon belül a statikai vizsgálat eredményétől is függően eldől, hogy a lakók kiköltöztetése ideglenes vagy végleges marad-e. Eldőlt-e már, polgármester úr, tehát a statikai vélemény megszületette már, és mit tartalmaz? Részben megszülettek az eredmények, de a végleges döntés még nem született meg. Hát ez nagy felelősség, hogy a 26 családnak mi lesz a további sorsa, és természetesen az épületnek a sorsa is kérdéses, hiszen ezek az épületek olyan állapotban vannak, amelyeknek az alapos átvizsgálása a közművektől kezdve a statikai állapotig mindent figyelembe kell venni ahhoz, hogyha vissza akarunk költöztetni ide lakókat. Hova költöztek egyébként a lakók, tehát milyen lakásokat tudott felajánlani az önkormányzat? Hát ugye ez a sajnálatos esemény rávilágított egy gyengére az önkormányzatnak, meg egy pozitívumára is, hogy évente körülbelül 30 lakást tudunk méltányosságból felajánlani rászorulóknak. Ez nem sok kerületben van ez a lehetőség. Ennyi adódik, a 4500-as szociális bérlakás állományból évente ennyi ürül meg úgy, hogy föl tudjuk ajánlani. Most sajnos ebből a 30-as keretből ment el a jó része, hiszen ezekbe tudtuk költöztetni átmenetileg ideiglenesen a rászorulókat. Hány családot kellett egyébként kiköltöztetni? 26 családról volt szó, 3 család megoldotta a rokonoknál, és 23 család van ezekben a lakásokban. Nyilván az épületnek a sorsától függ, hogy ezek a lakások ideiglenesek maradnak, vagy némelyikük el fogja fogadni végleges helyszínnek, illetve aki nem, ott más megoldást kell találni. Mikor fog ez véglegesen eldőlni? Tehát a teljes szakértői vélemények mikor érkeznek be, mikor fognak tudni erről dönteni előre láthatólag? Két héten belül el kell döntenünk, hiszen az épületnek az őrzése is sok pénzbe kerül, és a sorsát meg ki kell találnunk, hogy mi legyen vele. Mit lehet egyébként az eset hátteréről tudni, vagy lehet-e többet tudni, mint ami az anyagban is elhangzott, tehát hogy igazából ellopták ott a gerendát, és ez okozhatta a beszakadást? Hát nyilván a pontos megállapításokat a rendőrségnek kell megtenni, de eléggé erősen valószínűsíthető, hogy a 10 évvel ezelőtt az önkormányzat által a fafödémbe megrongálódott, illetve hát elkorhat fafödém megerősítéseképpen elhelyezett acélgerendákat lopták el az alatta lévő, az első emeleti lakás alatt lévő földszinti befalazott helyiségből, kibontották a falat és úgy tulajdonították el. Ezzel néhány 10 000 forintos haszonra tettek szert, viszont 10 embert, életét kockáztatták, és jellemző, hogy végre kapcsoltak, hogy így mondjam, az ott lakók, hiszen azonnal föladták, hogy így mondjam, a tetteseket. Tehát ezek szerint ők tudtak róla, vagy sejtették? Hát ebből erre lehet következtetni, hogy igen, hogy tudtak róla. Tehát ebből is látszik, hogy a bűnpártolás az ilyen súlyos következményekhez vezethet, hogyha nem figyelnek oda. Kell egy ilyen, hál' Istennek ez nem volt annyira súlyos, inkább költséges esemény, hiszen ez nagyon sokba fog kerülni az önkormányzatnak, meg már eddig is került. És szerencsé, hogy nem történt nagyobb baj, de adott esetben emberi életben is kár esethetett volna. Mi történt egyébként egészen pontosan, tehát hol szakadt le, vagy le is estek az emberek a földszintre? Persze. Az első emeleti lakásból igazán ott is többen tartózkodtak, mint kellett volna, de leestek egy szintet a földszinti lakásba, lezuhantak. És ugye gyerekek is voltak. 5 gyerek volt, hál' Istennek csak könnyű sérülésekkel, meglátogattuk őket. Már egyik sincs kórházba, úgyhogy nem történt nagy tragédia. Hát, hogy mi lesz a Kén utcai házzal, akkor erre majd a következő műsorban már biztosan fogok tudni mondani valamit. Visszatérünk, és akkor folytatjuk nézői kérdésekkel.
kívánok! Én Varga Elemér vagyok, a 9 kerület Vaskapa 47 szám alatt úgymond laktam. Június vége felé adásba kerültünk, és a polgármester úr megígért nekem, hogy 2 hét halasztást engedélyez majd nekem a hátralék kifizetésével kapcsolatosan. Mi vártuk, hogy levélbe értesítjen, mert én úgy tudom, hogy ilyenkor ez a szokás. Ő ezt nem tett eleget, meg volt nekem rá a pénzem, és aki az önkormányzatról kijött, annak meg is mutatta, hogy ez ügyben nem tudna nekem segíteni. Tehát Balogh Elemér ugye közben már el kellett abból a házból költöznie, és hát azt nem tudom pontosan, hogy ilyenkor kiértesítik-e, vagy hogy értesítik ki a lakót, de ugye ő azt állítja, hogy megvolt a pénz, tehát ő arra várt, hogy kapjon értesítést arról, hogy hova is kinek kell ezt az elmaradást befizetnie. Hát utána néztünk, a ilyen nevű lakó nem lakott sosem ebben a lakásban, Varga Elemér lakott egy másik hölgy társaságában. Lehet, hogy akkor esetleg nem volt nagyon jól érthető a neve, és róla van szó. Amennyiben róluk van szó, akkor arra meg azt tudom elmondani, hogy a megjelölt határidőig nem fizették ki a tartozást. Sőt, a hölgy, aki be volt jelentve, az alá is írta a nyilatkozót, hogy vissza oda nem kíván térni. Ezért nem tudtunk más egyebet tenni, mint hogy kiköltöztettük őket. Tehát ezek szerint az oda bejelentett lakó vállalta azt, hogy elköltözik onnan. Igen. Tehát, hogy igen, igen. Jó, maradunk még a Vaskap utcában, van egy újabb kérdés innét. Jó napot kívánok, Váradi Sándorni vagyok, és szeretnék érdeklődni, a Vaskap utca 49 második emeleten lakom. Szeretném érdeklődni, hogy mégis mi lesz ebben a lakással, ugyanis már pár ideje bontás alatt áll. Három vagyunk, akik itt lakunk. Nem tudom, hogy lehetne ezt megoldani, hogy lehetne könnyebb, hogy elkerüljön innen, ugyanis a szemétbe, a koszba, a piszokba nem lehet ingottan élni. A második emeleten minden ajtó be vannak palacba. Szinte az egész házban fel vannak tuskolva, életveszélyes, és nem lehet egyáltalán normálisan élni. Szeretném megtudni, hogy mégis mi várható, mire számíthatunk a jövőben. Köszönöm szépen a viszonthallásra. Igen, közben Szilágyiné is ugyanamiatt telefonált egyébként, hogy a Vaskapó utca 49-ben már kevesen élnek, tehát végülis nagyjából ugyanazt mondta el, mint Váradi Sándorné. Hányan laknak egyébként ebben a házban, vagy mikor várható, hogy azok, akik még ott élnek, elköltözhessenek? Néhány család, 4 vagy 5 család lakik még ott. 2009 óta folyamatos a kiköltöztetés ebből a házból, és a hivatali információk szerint sem pénzbeli térítés, sem cserélakást nem fogadtak el. Nyilván ehhez tudni kell, hogy a rendeletünk a cserénél a cseréértéknek megfelelő lakást tudja csak felajánlani. Ez a rendelet pontosan ezért van hozva. Júliusban módosítottuk a rendeletet, és minőségi lakást cserére is van lehetőség. Azoknak, akiknek összegyűlt egy kis pénzük, azok nagyobb, magasabb cseréértékű lakásba is el tudnak költözni. Egyelőre az itt élők ezzel nem éltek ezzel a lehetőséggel, de folyamatosan van rá lehetőség, és a pénzbeli térítésre is. Ilyenkor hapat helyzet alakul ki ilyen szempontból, hogy nem tehát sem egyik variációt sem akarják elfogadni, akkor mi ilyenkor a menete, az ügy menete? Hát ez a menet, hogy várják, hogy mikor találunk olyan lakást nekik, amit már el tudnak fogadni. Van ilyen egyébként, hogy hányszor ajánl fel az önkormányzat lakást, és hogyha azt sem fogadják el, akkor további lehetőségekre nincsen mód? Nincsen ilyen. A híresztelések ellentétben nincsen ilyen a rendelet. Tehát nem így szól a rendelet, de nem is lenne méltányos. Tehát addig, amíg lakást nem találnak, vagy el nem fogadja a lakó, akkor ez a folyamat addig zajlik. Maradunk még a költözésre, rehabilitációval kapcsolatos kérdéseknél. Jó napot kívánok, Vidár Ágné vagyok, a 9. kerület Gát utca 2-ből. Szeretnénk tudni, hogy a mi házunk belekerülhetne a projektbe, és a másik, hogy tele van a ház egérrel. Én már beletetekszek. Én most festettem meg, lukokat betömettem, és mégis megint kifúrták, hogy egerek is bejönnek. Én annyi pénzt költöttem méregre, mindenre, hogy valamit kéne, hogy csinálnak. Én már 48 ezer forint a nyugdíjam. Nem bírom már fizetni. Nagyon szépen köszönöm viszont a hallásra.
Tehát a Gát utca 7-ből érkezett a kérdés. Igen, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy az idei bontási tervben sem szerepelt, és a jövő évben sem fog valószínűleg szerepelni, hiszen a környező utcákban lévő házakhoz képest, ugye ami a József Attila tervben szerepelt, 9 házhoz képest ennek a háznak sokkal jobb a műszaki állapota. Amit most tudunk tenni, hogy a rágcsalóirtást azt holnap meg fogom rendelni a véleményüzemeltető Kft-nél. Jó, maradunk még mindig a Gát utcánál. Almási Gyuláné vagyok, Gát utca 24-9 kerület. A polgármester úrtól szeretném megkérdezni, ha már nincsen rehabilitáció a 24-be, akkor legalább csináltassa meg a kaput, tegyen rendet, hogy az olyan emberek, akik itt besincsenek jelentve, csak laknak 50-en egy lakásba, feltörik a lakásokat, akkor legyen szíves, intézkedjen, mert ide bejárnak éjszaka a drogosok. Köszönöm! Ugye sokszor volt téma, hogy megcsináltatták a kaput, tönkretették, megcsináltatták a kaput, tönkretették. Ez így volt ebben a házban is? Igen, hát aki ott volt a lakossági fórumon egy hónappal ezelőtt, az hallhatta is, volt olyan ház, ahol kifejezetten kértek minket, hogy ne csináltassuk meg a kaput, mert teljesen fölösleges, hiszen éjszaka a drogosok, meg akiknek éppen nincs kedvük a kulcsot elővenni, azok úgyis beszakítják. Én most, ha ezt kérik a lakók a Gát utca 24-ben, meg fogom kérni, hogy szereljenek fel kaputelefont. Én azt kérem őtőlük is, hogy ők vannak ott a nap minden órájában, percében, hogy próbálják meg figyelni, és hogyha meg tudják mondani, hogy ki volt, akkor megpróbáljuk rajta számon kérni. Egyébként elég sziszifuszi küzdelem, hiszen mi felszereljük, éjszaka beszakítják, megjavítjuk, beszakítják, tehát egy zár mellé meg nem tudunk odállítani valakit. Ha minden igaz, akkor a telefonvonal másik végén köszönhetünk valakit. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Üdvözlöm, parancsoljon! Jó estét kívánok! A polgármester úr már biztos ismer eléggé, név szerint Gábor Géza vagyok, és a 9. kerület Balázs Béla 25 számból hívom. És ez ügyben szeretnék érdeklődni, hogy lett-e már valami ebből a házszömből, mert nem tudom, volt is valamelyik nap itt megnézte, hogy milyen állapotban van, hogy tehát lesz-e ebből valami bontás, vagy ilyesmi, meg a másik az, hogy itt is nálunk is ugyanez a probléma. Elszaporodtak úgy az egerek, patkányok, udvaron már patkánt látunk, meg ilyesmi, tehát hogy ez ügyben érdeklődöm, hogy valami lesz-e ebből a házszemből, hogy bontás, mert egyszerűen nem tudom mit kezdeni a házzal belülse, hogy most felújítsuk, ne újítsuk, vagy mi legyen, mert tényleg ez már aládúcolva 1000 éves. Úgyhogy ez erre szeretnék választ kapni. Köszönjük viszont hallásra. Valóban a Balázs Béla 24 az azon házak közé tartozik, amelyek a legrosszabbak. Ez szinte biztos, hát nyilván a képviselőtestület fog ebben dönteni a jövő évi költségvetés vitában, de a Balázs Béla 24 az közte lesz. Lenhosék utca 10-ből is telefonáltak közben, és hát ugyanez a kérdés, hogy mikor lesz felújítva, és hogy egy hozzávetőleges időpontot tud-e mondani, polgármester úr? Hozzávetőlegesen 2013, tehát jövő utáni év. Ez jobb állapotú, mint a Balázs Béla 24, úgyhogy ez inkább a jövő még utáni. Még egy kicsit várniuk. Igen, ez inkább másfél év még. Várjuk továbbra is a kérdéseket, 218-21-21 a telefonszámunk, és ugye mindig elmondjuk, hogy mikor van az élő adás. Ez most ebben az hónapban, október 18-án, úgyhogy ha valaki az ismétlést látja, azt kérjük, hogy mondja rá üzenetrögzítőnkre kérdését, és azt a novemberi műsorban továbbítani fogjuk. Most pedig folytatjuk további nézői kérdésekkel. Hogy kívánok, megint Cseh Béláné vagyok a Haller 15-ből. Egy hónappal ezelőtt kértem magától a szemetes kosarakat. Én nem a Haller partra kértem, ott több van a sok-sok van ott, mégis tele van szeméttel, hanem ahol a Szabó Ervin könyvtárban egészre a Vágóhíd utcáig, ott van az általános iskola is. Arra a részre kértem öntől szemetes kosarat. Engem nagyon könnyen megbüntetnének 50.000 forintra. De ha fölveszem, hova dobjam? Az újságos részbe fogom dobni a ide a kutyapickot. Várom a kedves válaszát, viszont hallásra. Polgármester úr?
fogunk tenni a Haller 15 környékére is egyet. Nem tudom, hogy miért nem sikerült eddig oda, de jövő héten erre sor fog kerülni. Közben érkezett egy másik kérdés is, vízművekkel kapcsolatban érdeklődik valaki, méghozzá Horváth Csaba, hogy a szivattyúk teljesítményén lehet-e csökkenteni, mert olyan rezgést okoz, hogy már az szinte elviselhetetlen. Sajnos címet azt nem tudok, tehát nem tudom, hogy ez így melyik területre vonatkozhat, de hát ha Horváth Csaba néz minket, akkor szerintem hívjon vissza minket, és akkor ezt fogjuk majd pontosítani, és akkor jöjjön egy újabb üzenetrögzítős kérdés. Jó napot kívánok! Én Bári Tibor vagyok, a Mester utca 21-ben lakom, de az egész ferencvárosi lakosságra vonatkozó kérdésem van, hogy mikor lesz lehetőség arra, hogy a CET melletti Dunaparti járdát szabaddá tegyék. Most jelenleg plótkerítéssel el van kerítve, már évek óta nem lehet elmenni végig a Dunaparton. És egyáltalán a CET-nek a további sorsáról is kérnék valami tájékoztatást. Köszönöm szépen, viszont. Hát azt hiszem, ez nagyon sok embert érdekel, ugye elég régóta húzódik már a CET átadása. Igazából egy patthelyzet alakult ki a Porton Investment és a Fővárosi Önkormányzat között. Legutóbb egyébként most a héten azt olvastam, hogy úgy néz ki, hogy talán lesz megoldás, és lesz majd CET megnyitó is. Nem tudom, hogy milyen információi vannak polgármester úrnak. Hát nyilván azok, amik az újságban vannak, azok a publikus információk. Mindenkinek az lenne jó, hogyha már a CET meg tudna nyitni, ez a fővárosnak is, a kerületnek is, Ferencvárosnak is nyilván ez lenne jó. És mi komoly tárgyalásokat folytatunk főpolgármester úrral, hogy a CET melletti Néru Parkot, part néven fut egyébként, átvegyük kezelésbe a fővárostól, hiszen akkor közvetlenül mi tudnánk dönteni róla. Nagyon sok a probléma az ottani tisztasági helyzettel, higiéniai helyzettel, a rendezvények után ott hagyott mindenféle szeméttel. Tehát én is úgy látom már, hogy a közeljövőben megoldódik, és ki fog nyitni a CET. A tulajdonos váltás van folyamatban tulajdonképpen, és a főváros meg tud egyezni az új tulajdonossal, akkor hamarosan. És az a Dunaparti rész is akkor fog majd megnyílni, vagy akkor kerül lebontásra ez a bizonyos kerítés, hogyha már megtörténik a CET-nek a megnyitása, teljes átadása? Hát nyilvánvalóan, hogyha a tulajdonos, az új tulajdonos már fogja tudni őrizni, ellátni a szolgáltatásokat, biztosítani, akkor fogják tudni megnyitni a nagy közönség előtt. Főpolgármester úr egyébként nyitott arra is, hogy a Néru partot megkapja a Ferencvárosi Önkormányzat, vagy kezelésbe vehesse? Nem zárkozott el, maradjunk ebben. És ez jót jelent nálam? Ez jót igen? Jelent, igen. Jó. Akkor remélhetőleg visszatérhetünk majd még erre. Folytatjuk tovább is a nézői kérdéseket. Gazda Bélánél vagyok, Lónyai utca 37 AB. Földszint 3, ez azért fontos, mert pontosan a járda másik oldalára oda lettek egy ilyen tojt nekem tegnap előtt reggel, és itt most megint fölbontották, amit megcsináltak, utat itt végig, nem tudom, valamilyen kábel fektetés miatt a gimnázium oldalában, meg még azt hiszem tovább, és ide jár mindenki az ablakom alá. Miért kell pont földszintes lakások mellé tenni a tojtojt? Ez egyébként nem, tehát a múltkori adás után érkezett ez a kérdés, nem tudom, hogy fennáll-e még ez az állapot, vagy sikerült ennek esetleg utána járni. Az elmúlt 120 kV-os vezetéket engedélyek alapján vezet ott el a környéken, és nyilván az ott dolgozóknak szüksége van egy ilyen mellékhelyiségre. Most azt a kis türelmet kérek az ott lakóktól, hiszen képzeljük el, ha nem lenne ott az a tojtoly, akkor mi lenne, úgyhogy ennek a látványát élvezzük inkább idézőjelben, mint a hiányát. Meddig tart a munka egyébként, arra nincs információ? Holnap végéig, 2-3 hétre kérték az engedélyt, attól függően, hogy melyik szakaszon vannak, úgyhogy ez néhány hetes türelmi időszak. Ez mitől van egyébként, hogy azért a Lónyai utcának vagy ez, vagy az, vagy amaz része, szóval valamelyik része mindig fel van turva, mindig éppen valamilyen munka folyik? Hát ugye három közmű, gáz, víz, villany,
ez a három cég, ez különböző időpillanatokban jut el oda, hogy valamit cserélnie kell. Most mi tervezünk egy olyan rendeletet, hogy amennyiben az egyik közműcég bejelentkezik bármelyik utca vagy vonalszakaszra, akkor meg fogjuk kérdezni a másik kettőt is, és hogyha nem jelentkeznek, hogy nekik is van ásnivalójuk, hogy így mondjam, akkor legalább 5 év moratórium, tehát 5 évig nem fogunk engedni következőt megjelenni azon a helyszínen. Hát igen, ez így lenne logikus is, energiatakarékos, meg persze költséghatékony is. Még egy üzenetrögzítős nézői kérdésünk van. Jó napot kívánok, Gombácné vagyok a Kinizs utca 22-ből. Örömmel látjuk mi a környék lakói, hogy a sokat hiányolt spár a Rádai utca 32-ben lassan elkészül, ez gyönyörű lesz. A járda viszont a Kinizs utcai szakaszon fele megsüllyedt, gödrös, szinte járhatatlan. Kérdezem, polgármester úr, tud-e róla, és tervezik-e a közeljövőben a járda rendbetételét? Köszönöm, viszont hallásra. Na, Kolónyai utca után most Rádai utca. Mi a helyzet ezzel a járdával? Ez azt kell mondani, hogy egyszerű eset, hiszen a bármilyen átalakításra, járda felbontása, csak úgy adjuk ki az engedélyt. Magam szoktam ezeket aláírni a helyi rendelet szerint, hogy az eredeti állapot visszaállítása. Tehát abban a pillanatban, hogy ezt a felújítást véglegesen befejezték, akkor az utolsó aktus az lesz, hogy a járdát eredeti állapotban vissza kell állítani. Tehát ezt kell még megvárni, ez néhány hét, de a karácsonyi, tehát az adventi időszakra ez rendben lesz. Közben Horváth Csaba visszahívott minket, ugye ő érdeklődött a szivattyúk teljesítményének csökkentésével kapcsolatban, mert hogy olyan rezgést okoz, hogy az már számára elviselhetetlen, és a Napfény utca 23-ból telefonált, tehát visszahívott minket, hogy ott zavarja őt ez a probléma. Nem tudom, most így hirtelen tud-e erre polgármester úr reagálni, vagy esetleg utána jár majd ennek a kérdésnek. Én egyszer már utána jártam ennek. Igen, a említett betelefonálónál voltam is kint a Napfény 23-ban. Igazából nem találtam én ilyen szivattyút a környéken se, tehát egyelőre meg kéne találni a szivattyúkat, hogy miről van szó, mert nem egészen azonosítható ezeknek a szivattyúknak a kiléte. Úgyhogy igazából én magam meg nem tapasztaltam ezt a zajt. Na. De hogyha segítenek a környéken élők, kérdezgettem a szomszédokat is, nem ők sokan, nem tapasztalták nem, ezt? Nem erősítették meg. Na jó, ha meg lesz, akkor visszatérünk rá. Rehabilitációval kapcsolatban is még érkeztek kérdések. Viola utca 37-ből mikor kerül lebontásra, illetve hogy nagyon sok a csótány, polgármester úr megígérte, hogy kiküldi az írtókat, de hogy ez azóta nem történt meg. Tehát a múltkori adásban telefonáltak a Viola utca 37-ből, és hogy ez a patkány, illetve csótány probléma továbbra is fennáll. Én újra meg fogom kérdezni, tudomásom szerint voltak kint. Nyilván a hosszú, meleg időszak, ez kedvezett az ott élő rákcsálóknak. Én biztos vagyok benne, hogy még egyszer ki fognak menni, és akkor most már megoldódik ez a kérdés. És hát a Gát utcából is érkezett kérdés, hogy mikor lesz költöztetés. Hát gondolom itt a József Attila tervre gondolhatnak. Erről már ugye múlt hónapban is beszéltünk, sőt szinte minden hónapban beszélünk. Tud-e többet mondani most polgármester úr? Hát sokkal többet nem tartjuk az eredeti tervet, tehát 2013 végére, legkésőbb ennek a ciklusnak a végére, tehát 2014 nyaráig kiköltözhetnek a lakók. Így van. Várjuk továbbra is a kérdéseiket, 218-21-21, és a telefonszámunk most pedig egy polgármester úrhoz közel álló témával, természettudományos kérdésekkel folytatjuk, mert hogy nem olyan régen a Lővei Klára gimnáziumban egy nagyon szuper, modern 21. századi technikával felépített labor került átadásra, ma délelőtt pedig szintén kísérleteket mutattak be egy új program keretében, méghozzá a Puskás Tivadar távközlési technikumban. Lővei Klára gimnázium megépült természetesen egy laborkomplexum, aztán nem túlzás ezt emlegetni, hiszen fizikai laboratórium, kémiai laboratórium, biológiai laboratórium található benne megfelelő helyiségek, előkészítő helyiségekkel. Ez végül is egy 300 milliós projekt keretében valósul meg. Ebből kb. 150 milliót tesz ki a
anyagi javak, amik belekerültek, tehát gépek, berendezések, építkezés. A másik 150 millió forint pedig, ha úgy tetszik, a szellemi munkát, a szakmai fejlesztéseket, illetve a többi működtetést takarja. A projekt Isten igazából arról szól, hogy a Ferencvárosi iskolák gyermekei, felső tagozattól kezdve, középiskolások a lehető legkorszerűbb körülmények között tudjanak megismerkedni a természettudományokkal. 12 iskolával kötöttünk részletekben együttműködési megállapodást, amelynek mindig aktuális mellékletre az adott tanévi órrend, amelyre hajszál pontosan napra, percre be van osztva, hogy melyik iskola mikor jön. Lesznek olyan berendezéseink, amelyek még egyetemi laborokban sem találhatók meg, vagy ott is csak ritkán. Tehát tényleg az a helyzet, hogy nagyon-nagyon korszerű körülmények között fognak tudni dolgozni a gyerekek, és kihangsúlyoznám, hogy nagyon biztonságos körülmények között, tehát olyan biztonsági berendezéseket terveztettünk és építettünk be a laborba, hogy azok tényleg párjukat ritkítják. A Magyar Innovációs Szövetség nagyon fontosnak tartja, hogy természettudományos műszaki területen is megtaláljuk a tehetséges fiatalokat, és ezért a Fulbright bizottsággal, az amerikai nagykövetséggel együtt indított egy programot, aminek az a címe, hogy Találkozz tudósukkal, angolul Meet the Scientist, és ennek keretében ellátogatunk középiskolákba az egész országban, ugye a mai napon a Puskás szakközépiskolába jöttünk, azért, hogy egy-egy Fulbright ösztöndíjas elmondja az adott szakterületének a legérdekesebb kérdéseit, területeit, illetve a fiataloknak látványos kísérleteket mutassunk be. Pontosan azért egyrészt, hogy ellátogassanak a meetthescientist.hu honlapra, megnézhessék a többi előadást is, illetve a következőket, hiszen még 16 középiskolába fogunk ellátogatni Magyarországon. Ugye erről nagyon sokat szoktunk beszélni, hogy hát régen mi milyen jók voltunk a természettudományokban, és hogy hát az a cél, hogy újra azok legyünk. Igazából az ön tapasztalatai még, tehát hogy a tehetséges gyerekek azok ugyanúgy megvannak, mint régen? Ezt bizonyítják a nemzetközi versenyek. Tehát a legjobbakat tekintve, az elitet tekintve abszolút ott vagyunk az élbolyban, hadd említsem meg, hogy ennek a hazai ifjúsági jelentős versenynek létezik egy európai döntője immár 1989 óta, ahol is Magyarország 1994 óta vesz részt, akkor csatlakozunk ehhez. És az éremtáblázatban az országok versenyzői által nyert díjakat, hogyha összeszámolom, akkor Magyarország a nagyon előkelő harmadik helyen áll. Tehát nem az elittel van úgymond gond, nem azokkal kell foglalkozni, hanem az elit alatt levő szélesebb bázissal, hát többek között a középiskolások, hogy minél többen próbáljanak, vagy tudjanak bejutni ebbe az elitbe, ezért járjuk az iskolákat, és próbáljuk népszerűsíteni a tudományt. Ki tudna néhány olyan kísérletet, olyan eredményt emelni, ami akár világra szóló is lehet, és egy magyar diáknak az ötlete volt? A számítógépeknek a hűtése egy nagyon komoly probléma, hogy a személyi számítógépekről beszélünk, és tavaly két fiatal egyébként a Szent Margit gimnázium tanulói voltak. Egy amerikai verseny, amit úgy hívnak, hogy tudományos műszaki verseny, nagy hagyományokkal bír, ők második díjat kaptak azzal, hogy a számítógépnek a motorja a hulladék hőjével tudtak tulajdonképpen hűtést elérni környezetbarát módon. Hát nagyon látványos, durranós, pukkanós kísérletek is voltak ma délelőtt a Puskás Technikumban. Polgármester úrhoz ugye említettem, hogy közel áll ez a téma, hiszen fizika-kémia szakon végzett, sőt ugye laboratóriumi munkát is végzett az ELTE-n. Hogy került kapcsolatba, vagy mikor jött rá, hogy hát ez az a világ, ami önnek való? Tehát, hogy ez már úgy kiskortól ezek a dolgok érdekelték? Persze, hatodikos koromban az első kémia óra után jöttem rá, hogy engem ez érdekel. Mert akkor mi volt azon az órán? Emlékszik még? Persze, a hidrogén durranógáz próba, amikor a hidrogén-oxigén elegyet a különböző arányokba, különböző hangokra lehet készíteni. És nyilván az 1:2 arány, ami a víznek megfelelő összetétel, akkor durran a legnagyobbat. Egyébként csak ilyen kisebb bukkanások vannak. És ott volt nagy durranás? És volt nagy durranás, és onnantól kezdve engem érdekeltek a színek, a szagok, amit ember tud előállítani. Tehát a környező természetnek a megismerése az a természettudományok nélkül elképzelhetetlen, és hogyha megismeri az ember, akkor elég jól eligazodik közte. Egyébként ez az egész stúdió, hogy körbenézünk, vagy az otthon is, a természettudomány, fizika, kémia, biológia, találmányok, vívmányok nélkül, komfort nélküli barlanglakásokban laknánk.
Egyébként azért fontos, amit mondott, hogy hát akkor volt egy olyan óra, mert hogy valószínűleg, vagyis hát valójában ugye ott dől el az iskolapadban, hogy olyan-e a tanár, aki fel tudja a diákok érdeklődését kelteni, és egy szerencséje volt polgármester úrnak ezek szerint nem csak általános iskolában, hanem később is, mert hogy szokott Muki bácsiról beszélni, aki az ön tanára volt középiskolában, és hát Kossuth díjat is kapott, és ő mégis nem az akadémiai tudás, nem az akadémiai oktatás mellett maradt, hanem ugye lejött alacsonyabb szintre, és hát középiskolába próbálta megtalálni a tehetséges gyerekeket. Azért ez szerintem nagyon nagy dolog, hogy valaki ezt vállalja, felvállalja. Igen, nagyon sok tudós került ki a kezei alól. Minden fizikai, kémiai kísérletben benne voltak a mindennapok. Mindig mondott analógiát, hogy hol látható ez, amit én is mutattam, például a megybefőtt pillanatok alatt, hogyha ránézünk egy megybefőtre, el lehet dönteni, hogy a háziasszony spórolós volt, sajnálta a cukrot a befőtt levéből, vagy pedig túladagolta. Ez a mögött az ozmózis jelensége van. Minden természeti jelenséget meg lehet magyarázni, sőt, befolyásolni lehet, tervezni lehet. Polgármester úr szokott ezekkel egyébként foglalkozni? Tehát olyan könyveket olvasni, hogy nyomon követni a tudománynak a változását, vagy a mai állását? Tehát mennyire van erre ideje? Valamennyi van. Hát nyilván az a terület, amivel én is foglalkoztam, az még most is utána olvasgatok, hogy mi történik. Mi volt ez a terület egyébként? Ez vezető polimerek voltak, tehát elektromosan vezető polimerek. Hát én is úgy tanultam még kisiskolában, hogy a teljes zacskó nem vezeti az áramot, aztán kiderült, hogy nagyon sok olyan műanyag van, amelyik vezeti az áramot. Egyébként az az autó, amivel ide jöttem, a hibrid autó, a hivatali autókban is már olyan akkumulátorok vannak, amelyek vezető polimerekkel vannak tele. Szemben az ólom akkumulátorral, ami lassan most már kimegy a divatból, bár az autókban még mindig megtalálható. Egyébként ezek a hibrid autók a gyakorlatban mennyire válnak be, hiszen ugye azért sok helyen hangsúlyozzuk, hogy a benzin helyett ez lehet egy lehetséges alternatíva, gondolom mondjuk ezek ilyen fél hibrid autók még, de hogy van üzemanyag megtakarítás, igazából bevált önnek? Nekem teljes mértékben igen, másfél-két literrel kevesebbet fogyaszt a városban, hiszen pontosan azt az elvésző fékezési energiát alakítja át elektromos energiává, ami közönséges autónál elvész, illetve az aszfaltba távozik. Itt egy lentkerék fölveszi ezt a fékezéskor az energiát, és azzal föltölti a benne lévő 36 kg lítium polimer akkumulátort, és ez egy 15 lóerős, a mi autónkban egy 15, egy másik autónkban 25 lóerős villanymotort tud meghajtani, és ez rásegít a benzinmotorra, amivel kijön ez a másfél-két literes fogyasztás csökkenés 100 kilométeren. Ez persze kibocsátás csökkentést is jelent, tehát széndioxid kibocsátásban ennyivel kevesebb, és hogyha figyelembe vesszük, Magyarországon is 4 millió autó fut, hogyha ennyivel az mind hibrid autó lenne a jellegi állapotában is, az mennyi megtakarítást eredményezne. És hát nyilván a technika nagyon gyorsan fejlődik. Most már vannak full hibridek is néhány autómárkánál, illetve megjelentek az elektromos autók, amelyek már a falból, a konnektorból is föltölthetők. Nyilván az egy másfajta energia, de minden esetre a fosszilis energia felhasználását, illetve a levegőszennyezést okozó gázok kibocsátását csökkenti, és persze sokkal csöndesebb. Hát igen, meg ebben azért erősen kell ugye gondolkodni, mert hogy végesek fogy, így van. Na hát itt rögtönöztünk az adás végére egy kis fizika órát. Maradjunk is még egy kicsit itt, ugye a Lővei Klára gimnázium laboratórium átadásán polgármester úr egy meglepetéssel is készült, mert hogy felvette a fehér köpenyt, és kísérleteket is állított elő, vagy mutatott be nekünk. Milyen kísérletek voltak ezek, hogyha tudja közérthetően meséljen egy picit róla. Viszonylag egyszerű kísérletek voltak, azt mutattam be, hogy miképpen lehet különböző oldószerben, tehát mondjuk alkoholban, vízben, benzinszerű szerves oldószerben különbözőképpen oldódnak az anyagok, más színük lesz, és elválaszthatók egymástól. Ezek nagyon fontos kérdések egyébként. Az egész természettudományos gondolkodásból talán az a legfontosabb, és ezt nagyon szívesen szokták bölcsész barátaim is, meg egyszerű hétköznapi emberek is hallgatni, hogy nagyon sok problémánál egyetlen egy helyen szúrjuk el, vagy találjuk meg a megoldást. Ha jól tesszük fel a kérdést, akkor sokkal hamarabb találunk rá választ. Tehát azt kell megtanulni, és erre nagyon alkalmasak ezek a tantárgyak, tanulmányok, és ezért is szeretném, hogyha minél több diákgyermek szeretné ezeket, mert megtanulunk kérdezni egymástól is, és a természettől is, és talán ez a közéletben is, meg az egymás közötti
közlekedésben is nagyon fontos a tárgyalásokban, hogy hogyan kérdezünk egymástól, mit kérdezünk egymástól, sokkal közelebb juthatunk a megoldásokhoz, akár egymáshoz is. És ez milyen jó végszó ennek a műsornak, ami ugye arról szól, hogy lehet kérdezni. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy elfogadta ismét a meghívásunkat és válaszolt a nézői kérdésekre, és november 15-ében maradtunk, hogy legközelebb akkor várjuk, ha csak parlamenti elfoglaltságai nem teszik ezt lehetővé, de akkor majd időben értesítjük a nézőket. Egyébként pedig akkor november 15-én találkozhatnak legközelebb dr. Bácskai János polgármester úrral itt a 9.tv-n TV-n. Várjuk addig is a kérdéseket, 218-21-21 ez a telefonszámunk, kérjük üzenetrögzítőnkre, mondják rá a konkrét kérdésüket. Írhatnak nekünk info@9.tv, ez az e-mail címünk, illetve a Facebookon is megtalálhatnak minket. Köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük még egyszer polgármester úrnak. Köszönöm én is a lehetőséget, viszontlátásra. Viszontlátásra.